Közel 200 sertés található ezen a nyírkarászi önkormányzati telephelyen. Az állattartáson kívül zöldség, gyümölcs termesztéssel is foglalkoznak a községben. A fóliasátrakban termelt termények a helyi konyha mellett a most átadott piacra kerülnek majd. Zöldség, gyümölcs az közmunkaprogram keretében termeljük, ott paprikától, paradicsomtól, uborkától, káposztától kezdve, tehát ott teljesen, ami a hagyma, ami a konyhára kell, az itt szinte minden megterem, valamint úgy gondoltuk, hogy szeretnénk akkor itt egy saját zöldség üzletet nyitni, ahol meg tudnánk el tudnánk adni a karfiolt, még ha vásárolni is kell, vagy gyümölcsöket, banánt, narancsot. Az új épület több mint 200 négyzetméteres. Tavasszal a fedett árusítóteret kiegészítve külső pultokat is kialakítanak majd. A termelői piac kivitelezése több mint 83 millió forintba került. Erre a területfejlesztési operatív programon keresztül nyert forrást az önkormányzat. Az átadáson Kovács Sándor országgyűlési képviselő elmondta, a település fejlesztéseket célzó első pályázati felhívások már megjelentek. Most a következő időszakban egy település operatív program plusz, tehát ebben kifejezetten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozók, önkormányok, egyházok vehetnek részt, különböző intézkedések vannak, ebből 4 már megjelent. Miniszter úr tegnap jelentette be másodikán, hogy 630 milliárd forint értékben Magyarországon a topok már rendelkezésre állnak, legalábbis 4 intézkedés tekintetében. Én arra biztatok mindenkit, hogy forgassa az újságot, nézzék a megye önkormányzat honlapját, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg önkormányzat ennek a projekt menedzsere, a lelke, bonyolítója. Az új piac kialakítását a helyiek is fontosnak tartják. Az önkormányzaton kívül 100 főállású és további 200 nem főállású őstermelő dolgozik a községben. A beruházás összhangban van a rövid élelmiszerlánc kialakítását célzó több helyi fejlesztéssel. Az önkormányzat tavasztól szarvasmarha állomány kialakítását is tervezi, és a helyi konyha bővítésére is pályáztak már.